2009-ben került az MTK-tól a Liverpool Futball Akadémiájára, Groningeni kitérő után 2014 óta a Novara játékosa. A Serie B jelenlegi szezonjában 22 meccs, 2 gól a mutatója, csapata most 10. a tabellán, ő pedig válogatott meghívót kapott a portugálok ellen Stork kapitánytól, a 24 éves Adorján Krisztiánt kapcsoljuk, vele beszélgetünk. Szia Krisztián, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Ahogy megtudtam, hogy ma reggel beszélgetni fogunk, azért hirtelen eszembe jutott, hogy ilyen nagypapával, meg édesapával kész csoda, hogy most nem arról fogadlak, hogy milyen mondjuk a kézilabda Bundesligában légióskodni, nem? Igen, nagyon kézilabdaorientált itt a család. Hát igen, azt hallasz? Halló, halló? Nem volt olyan éles kérdés, de lehet, hogy lefagytunk tőle. Hallasz engem, Krisztián? Igen, igen, hallom. Ja, igen, igen, mert azt hittem, hogy lefagyott a vonal. Na mindegy, már folytassuk már is, de menjünk most már azért a futballra. Biztos nem bánják, hogy focista lett belőled. Te hogy érzed magad Novarában, ebben a Milánóhoz közeli lombard kisvárosban? Most már egy idő óta úgy tűnik, hogy ott ragadtál. Igen, ez a harmadik szezonom itt. Nagyon... Az első szezonokban nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat tanultam, nehéz időszakon vagyok túl, mondhatom azt, de úgy gondolom, hogy az ember akkor tanul a legtöbbet magára, amikor nehéz időszakon meg keresztül, nem feltétlenül futball szempontjából, hanem személyes dolgokról, meg hozzáállás dolgokról, és nagyon-nagyon sokat tanultam, de nyilván szeretnék többet játszani, és szeretnék futball szempontjából is tovább menni. Na most angol futballiskolai stílusbéli alapok, majd hollandiai futballév után, ez az egész olasz közeg és olasz futballiskola tradíció és stílus, ez milyen nehézségeket, meg milyen kedvező dolgokat okozott neked, hozott neked a játékodban? Hát kezdem akkor a kedvezőkkel. Kedvezőkkel azt, hogy nagyon sokat tanultam védekezésről. Itt Olaszországban nagyon fontos a védekezés, ugye a taktika, és az Angliában meg Hollandiában csak egy ilyen árnyékéket tudtam játszani, vagy az volt a fő pozíció. Most már Olaszországban tudok belső középpályást is játszani, amiatt, amin itt keresztül mentem. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Negatívumként azt tudnám mondani, hogy talán túl sok a védekezésre való felkészülés, a koncentrálás, és kevesebb a támadásra. Értem, tehát ez egy támadó szellemű magyar labdarúgó számára azért jelent nehézségeket. Elégedett vagy-e jelen pillanatban itt a Serie B-ben a Novaránál a lehetőségeiddel, amennyit játszol, amennyit beszállhatsz, amennyit kezdő vagy, szóval egyáltalán azt, amilyen helyzetben vagy most? Nem vagyok elégedett, szeretnék többet játszani, szeretnék többet játszani, több percet kapni, de nyilván ez az edzőnek a választása, úgyhogy annyit tudok csinálni, hogy dolgozok keményen, és készen vagyok minden percben. A Serie B a Novara Calcio szintjén eléri a holland élvonal tudás szintjét? Nem tudom, mert teljesen más a két futball. Hollandiában szinte csak a támadás számított, szinte természetesen a védekezés is, de ott nagyon nagy hangsúly fektetnek a támadásra, a kreativitásra, a cselezésre, az egy-az-egy elleni játékokra. Itt Olaszországban meg inkább az ilyen csapatszintű védekezés, ami nagyon-nagyon, legalábbis itt Serie B-ben arról tudok beszélni. A csapatszintű védekezés az, ami nagyon-nagyon sokat számít. Úgyhogy nagyon, nem tudom, hogy elérje, vagy hogy jobb-e, vagy hogy rosszabb, nagyon-nagyon különböző, nehéz kettőt együtt.
Nehéz az összehasonlítás, nehéz objektív mutatók alapján. Na most azért, hogyha nézzük a trendet, mondtad, hogy nem vagy elégedett a játékpercekkel, de ha nézzük a trendet, akkor most úgy tűnik, hogy több lehetőséget kapsz. A bizalmat, meg azt, hogy itt veled számolnak komolyan, ezt folyamatosan érzed ennél a klubnál, ebbe a csapatban? Igen, azt érzem, hogy számolnak velem, és hogy bizalmat is adnak, de ettől függetlenül szeretnék többet játszani, mert nyilván egy játékos mindig szeretne minden percet a pályán tölteni, úgyhogy de nem érzem azt, hogy nem adnának bizalmat, vagy hogy nem szeretnék, hogyha itt lennék, úgyhogy ilyennel nincsen probléma. Meglepette a magyar szövetségkapitány invitálása a Portugália elleni VB-selejtezőt megelőzően? Meg, persze, mert egy nappal a találkozó előtt kaptam meg a meghívót a szövetségkapitánytól. Ugye valaki, nem tudom ki pontosan, de megsérült, és az ő helyére kaptam behívót. Hát nagyon örültem, nagyon nagy élmény volt. No igen, hát ráadásul ugye aki helyett meghívót kaptál, az a német Krisztián, akinek a játékát alaposan ismerheted a együtt töltött MTK-s Agárdi akadémiai időkből, Liverpoolból is ismerheted. Ez egy érdekes helyzet, hogy a helyére kerültél. Mi az, amit benned a játékodba, a tapasztalataidba honorált a szövetségkapitány, mit gondolsz? Mi keltette fel az érdeklődését? Szerintem beszéltünk, amikor megérkeztem a válogatottba, mondta, hogy látta az utolsó meccsemet, amikor kezdő voltam. Azt mondta, hogy jól mozogtam középpályán, sokat volt nálam a labda, sokat kértem a labdát, bátor voltam, jól mentek az egy-az-egy elleni játékok, mind védekezésben, mind támadásban. Úgyhogy szerintem ez biztos segített abban, hogy én kaptam a meghívót a Krisz helyett. Na most, innentől kezdve hogy tekintesz erre a lehetőségre? Szeretnéd megragadni, és folyamatosan is számítasz arra, hogy figyelembe vesz, és ott leszel a kapitány látókörében? Hát természetesen szeretném megragadni, és szeretnék folyamatosan kerettag lenni a válogatottba, de hogy őszintén legyünk, ahhoz az kell, hogy folyamatosan játék lehetőséget kapja kezdőként a klubcsapatomban. Úgyhogy én arra számítok, hogy amikor én folyamatos játék lehetőséget kapok a csapatomban, akkor nagyon szeretnék majd úgy teljesíteni, hogy a vállalatot szövetségkapitánya folyamatosan bejöjjön a keretbe. Értelek, a sorrendet azt elég jól meghatároztad. A Novara jelenleg 10. helyen áll, de jó esélye van a rájátszásba jutni, és az még feljutást is érhet. Hogy látod a helyzeteteket? Ez a klub néhány évvel ezelőtt ott volt már a szériában. Igen. Igen, most 10-ek vagyunk, de a rájátszást az első 8 játsza, nem, a 3-tól a 8. helyzetig játsza, és hát nagyon-nagyon szoros a bajnokságot, több csapat be tud menni a rájátszásba, de ott viszont akármi megtörténhet, szóval még van hátra 7-8 meccs, és azon vagyunk, hogy mindenképpen bekerülünk a lehető legjobb helyezéssel a rájátszásba. Na most a te további, Krisztián, a te további karriered, az, hogy ősztől hol játszol, az függvénye annak egyébként, hogy a Novara hogyan szerepel ebbe az évbe a másodosztályban? Nyilván függvénye, hogy fogunk szerepelni, hogy mi fog történni a rájátszásban, de arról még nem tudok többet mondani, hogy mi lesz, hogyha feljutunk, vagy ha nem jutunk fel, de nyilván most a Novara játékosra vagyok, van hátra még másfél-két hónap a szezonból, én arra szeretnék koncentrálni, minél többet játszak, és hogy minél jobban tudjak teljesíteni. Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, majd aztán persze kiderül, hogy merre tovább maradsz, mész, Olaszország, nem Olaszország. Az a te fejedben nincsen benne, hogy átmenetileg, ha csak átmenetileg is, de mondjuk valamikor a következő egy-két évben hazatérjél a magyar bajnokságba focizni? Jelenleg nincsen benne a fejemben,
Szeretném külföldön folytatni a pályafutásomat, és szeretném tovább csinálni a légióskodást. Hát Krisztián, én azt kívánom neked, hogy akkor a továbbiakban a Novarával a minél jobb eredmény, és minél több játékperccel, hajrá! Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Én köszönöm szépen, sziasztok!